Kedves nézők, folytatjuk választási műsorunkat Takácsné Györe Anettel, a 8-as választókerület Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltjével. Takácsné Györe Anett Cegléden született, 44 éves, egy gyermek boldog édesanyja. Általános és középiskolai tanulmányait Cegléden végezte, majd a Kereskedelmi Főiskolán felsőfokú vállalkozási ügyintéző képesítést, a Pécsi Tudományegyetemen művelődés szervező szakon diplomát szerzett. A mezőgazdaság felé nyitva középfokú agrárvégzettségre tett szert, a mezőgazdasághoz kötődő családi hagyományt követve családi gazdaságukat és kertészeti vállalkozásukat vezeti, 13 éve önkormányzati képviselő, a stúdióban Takácsné Györe Anett. Kezdjük csokolom, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves tévénézőket. Nézzük akkor a témaköreit, először visszatekintve a mögöttünk hagyott választási ciklusra. Kezdjük talán akkor az utak, járdák, parkolás témakörével. Így van, eltelt 5 év, úgy gondolom, hogy ilyenkor érdemes megállni és visszatekinteni, hogy mi is történt Cegléden, illetve a 8-as választókörzetben, és hát ezek közül talán a legfontosabb az utak. Hát én magam is meglepődtem, mikor megkérdeztem, hogy körülbelül az elmúlt 5 évben Cegléden mennyi út került felújításra, részlegesen vagy teljes egészében, és 100 fölötti számot mondtak. Nagyon kemény 5 év áll mögöttünk. Az én körzetemben is számos utca megújult, ilyen például a Damjanich utca, az Árpád utca és a Pesti út közötti része teljes egészében új borítást kapott. Itt elkészült a csapadékvízelvezető rendszer, és a hosszú ideg óta lévő parkolás problémája is megoldódott az iskoláknál. Ha már itt járunk ezen a körzet részen, itt elkészült a Buzogány utcai parkoló, és még idén reményeim szerint el fog készülni a Selyem utcában az emeletes házak lévő parkoló. Ugyancsak ezen a területen a két busz megálló, ami Csemőbe közlekedik, az áthelyezésre került. Ez nagyon fontos, mert itt sokkal biztonságosabban tudnak le és felszállni. Egy kicsit visszakanyarodva, a lakosság kérése volt a Szent Imre Herceg utca két irányúsítása, ezt is visszaállítottuk, és itt egy lámpás kereszteződés került kialakításra, ez is ebben a ciklusban történt meg. Nem soká be fog fejeződni hazai pályázati forrásból a Nagykátai út újra szőnyegezése. Nagyon el volt már hanyagolva, éppen ideje volt, és saját erőből, az önkormányzat önerejéből megvalósult a körzetben egy új kerékpárút is, a Felszegi úton, ami most már összeköti a Széchenyi és a Pesti úti kerékpárutat. Félig felújításra került, vagyis fél sávon a Hollós utca, és a közút kezelő jóvoltából meg tudott újulni a Bajcs-Zsilinszky egy szakasza, ott maga az a csomópont is, a Pesti úti kereszteződés, és a Déli út egy szakasza, az a fönti kanyarrész, az is nagyon el volt hanyagolva. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az én körzetemben is számos út tudott megújulni. Járdákról, parkolásról még részleteiben? Vagy léphetünk tovább? Léphetünk tovább is, de még annyit elmondanék, hogy a járdák is folyamatosan rajta vagyunk. Társasházak előtt, illetve közintézmények előtt újultak meg járdák. Akkor tovább lépve, egy másik nagy témakör, mondhatom nyugodtan, csapadékvízelvezetés. Hát igen, ez a csapadékvízelvezetés a másik kardinális kérdés Cegléden. Itt a városnak elsősorban a nagy vízgyűjtőket kellett megújítani, itt gondolok a G1-re és a G2-re, ami a Cegléd teljes vizét vezeti ki a városból, de nem kerültek elhanyagolásra azok a részek sem, amik alacsonyabb fekvésű ponton vannak. Az én körzetemben ilyen jelesül a Hunyadi utca, ami teljes szakaszában megújult, új árkok, átereszek készültek, de ilyen a Hollós utca, és folyamatosan folynak a geodéziai felmérések, és ezt a munkát szeretnénk tovább folytatni. Tovább lépve akkor, közvilágítás a következő témaköre. Hát mivel ez a központ mellett lévő ez a körzet, itt ugye mindenhol van közvilágítás, egy helyen viszont nem volt, ez pedig a Bajcs-Zsilinszky tér. Itt teljesen új közvilágítást kapott a park, és több lakos kérése volt, mint ahogy szoktuk a körzetet járni, és kérdezzük őket, a lámpatest bővítése. Így végre a Felház utcában most már nem sötétbe kell hazabotorkálni, mert az tényleg eszméletlen sötét volt, ott több lámpatestet is felszereltünk, de ugyanígy a Szárcsó utca végén, az emeletes házaknál is kértek, Kisernő utcában és a Lilium utcában is, ott is emeletes háznál kértek lámpatest bővítést. Ha már az imént parkot említett, akkor én azt mondom, hogy parkok, hiszen
kettő park is érintett a választókerületében. Így van, kettő parkunk van a választókerületnek, vagy van. Az egyik a sokat emlegetett Balcsy-Zsilinszky tér és a Zsinagóga tér, ami most a kampány során is elég sokat van emlegetve. A Balcsy-Zsilinszky tér az olyannyira megújult, hogy én úgy gondolom, hogy fiataloknak, idősek, mindenkit megtalálják a számítását szórakozás által. Két ütembe került ki játszóeszközök kihelyezése, tehát egy új játszótér lett ott. Ivókút került kialakításra, nem sokáig már meg is érkeznek az új utcaburkolatok. Sajnos, ami régen ott volt, nem tudtuk felújítani, annyira elkorhadt, elöregedett. Meg fog újulni a tanösvény részén a táblák, amit sajnos rongálás alapján széttörtek, illetve fűszernövényágy is került ki a parkban. Ez mellett ugye megtalálható sakk és malomasztal, tehát mindenki kedvére szórakozhat és hasznos időtöltéssel tudott lenni. A másik nagy park az a Zsinagóga, ugye most ez miatt kaptam hideget, meleget, hogy miért csak most kerül felújításra. Hát nem véletlen, ugye az első ütemben elkezdődött azzal, hogy elkészült a Buzogány utcai parkolórendszer, és ez határozza meg a parknak az egyik szélét, a másik széle pedig a Damjanich utca. És hát addig nem lehetett a parkhoz hozzáfogni, míg a Damjanich utca nem készül el, ennek meg kellett várni a befejezését, és ezután tudtak a parknak a felújításához hozzáfogni. A park annyira pici, hogy nagyobb funkcióval megtölteni nem lehet, új utcabútort fog kapni, meg teljesen új térburkolatot fog kapni, de az alapsétáló részek, ahol régen sétáltak, azok az útvonalak megmaradnak. Egy kis ékszerdoboz lesz, és reméljük a folytatásában majd egy szökőkút is kerül kialakítására. Nagyon sok konkrétumot említett, akár további konkrétumokat említve, akár általánosságban is visszatekintve erre a ciklusra. Hogyan értékeli az elmúlt évet? Hát egy képviselő nem csak a körzetét képviseli, hanem az egész városát. Én először is köszönöm, hogy megválasztottak, és képviselő lehettem, mert egy olyan 5 évet tudhatunk magunk után, ami mindenféleképpen büszkeséggel tölt el. Nagyon-nagyon sokat fejlődött a város. És ha már így a tévében vagyok, ez alkalommal szeretném megköszönni mindazoknak, akik ennek a fejlődésnek a részesei voltak, önkormányzati dolgozóknak, önkormányzati cégeknél dolgozóknak, hogy ezt a feszített tempót, ezt meg tudtuk valósítani, és Cegléd ilyen nagyot tudott előrelépni és fejlődni, mert ez az 5 évnek minden egyes hónapja és napja nagyon feszített volt. Beszéltünk a múltról, beszéljünk a jövőről. Megválasztása esetén, újraválasztása esetén hogyan tervezi a 8-as választókerületet? Hát nagyon sokat járom a körzetet, egy kicsit ezért is betegedtem le itt a hidegbe, melegbe. Nagyon sokat járok, és elsősorban a lakosságnak a legfontosabb az út és a csapadékvíz. Mindenki ezt a kettőt említi meg elsődlegesen. Van a városnak a belvároshoz csatlakozón 3 kicsi utcája, ez a Szárcsa Páva József Attila utca. Megígértem, nem tudtuk megvalósítani, már nem fért bele, de nagyon szeretném a következő 5 évben megvalósítani. Itt rendbe kell tenni az utat, csapadékvízzel vezető rendszert kell kialakítani és a parkolást megoldani, mert itt a lakosok a saját garázsukba és az udvarukra nem tudnak beállni az ott parkoló autóktól. Ha már itt járunk, akkor megérett felújításra a Szent Imre Herceg utca, teljes sávjában újra kell aszfaltozni. Szeretném, ha bővítésre kerülne a kerékpárhálózat. Itt a Damjanich utca úgy készült el, hogy lehetőséget ad egy kerékpárútnak. Itt, ha az Árpád utcán elkészül egy újabb kerékpárút, akkor teljes összeköttetésbe kerül a Kőrösi úti kerékpárúttal. Ezt szeretném bővíteni, és hát nagy álom a Balcsy-Zsilinszky, majd egyszer arra is sor kerül, de az is közútkezelő fenntartásában van az a szakasz, ott is megvalósulhatna egy kerékpárút. Valamikor lakossági önerős volt az Rínyi utca, tehát ők önerejükből készült el az aszfalt, és sajnos a közművezetésekkel ez az út tönkrement, teljesen megérett arra, hogy egy új szőnyegezést kapjon az Rínyi utca is. Csapadékvíz, folytatni kell ugyanígy, van még lenti rész, be kell fejezni a Gólya utca végleges bekötését a Délő utcában, most csak ideiglenesen lett a Hunyadi utcának, a Buzogány utca, és hát ami nagyon fontos, és most, hogy végigjártam az egész Selyem utcát, az pedig a Selyem utcának a kertesház részeknél ott a csapadékvízzel vezető rendszert feltétlen a következő 5 évben meg kell oldani. Csomópontok kialakítása? Hát igen.
Ugye régen úgy volt, hogy volt egy családban egy autó, most annyi autó van, ahány jogosítvány van, ezáltal megnövekedett a forgalom növekedéssel pedig folyamatos dugók alakulnak ki. Hát ilyen ebben a körzetben is van, méghozzá a Balcsy-Zsilinszky és a Pesti út kereszteződése az borzasztó, tehát ott átkelni szinte lehetetlen, én naponta járok ott többször. Én nem jó megoldást úgy látnám, hogyha azt a csomópontot kintebb tudnánk hozni, egy külső körgyűrűt kialakítva, de ez városi erőből nem megvalósítható, csak kormányzati támogatással. És ugyanilyen például a Széchenyi út, amiben beékelődik a Nagykátai út és a Felszegi, ott lehetőség lenne egy körforgalom kialakítására, de ezt szintén csak kormányzati támogatással, segítséggel tudjuk megvalósítani. Takácsné Győri Anett, köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Én is köszönöm. És annyit szeretnék elmondani, hogy amennyiben azt szeretnénk, hogy ez a fejlődés tovább folytatódjon, és a városunk az egy erős középvárossá tudjon válni, ahhoz mindenféleképpen szükség van az állam, a megye, a kormányzat támogatására. Én szeretném megkérni az állampolgárokat, hogy mindenki ilyen állampolgári jogával is menjen el szavazni, és legjobb belátása szerint döntsön, de elsősorban városunkat, az otthonunkat tekintse irányadónak. Köszönöm szépen! Én is még egyszer köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm szépen.